Az előző bajnokságban a 8. helyen végzett a megyei első osztályban a Balkány, amely a megyei kupadöntővel zárta a szezont. Mirgai László edző már akkor elmondta, sok játékosnak az volt az utolsó meccse balkányi mezben, a nyári szünetben egy csapatnyi futballistát kell igazolniuk. Végül a tavalyi keretből 14-en távoztak, helyükre pedig erősítés jelentő labdarúgókat igyekeztek szerződtetni. Akik meghatározó futballisták, az a Belényesi, aki ugye NB1-be is játszott, ő jött Cigándról, a Varga Krisztián játszott a Nyíregyházi Spartakuszba, ugye NB1-be van, vagy 15-20 meccse, ő baloldali védőbe jött, jött az Angyalos Norvi, aki szintén bemutatkozott már NB2-be, egy nagyon tehetséges srác, középpálya csatásorba használhatom, és a Müller Zsoltit, hát azt nem kell bemutatni, azt mindenki ismeri, ő középpályán védelemben, hát ők azok a futballisták, akik mindenféleképpen kiemelkedő és meghatározó kell, hogy legyen ebbe a csapatba, illetve hát jöttek alacsonyabb osztályból is, ugye jött a Lakatos Jani, egy támadó középpályás, őt Apagyról hoztam, jött még a Petruska Attila, ugye ő is nyíregyházi nevelés, őt Kótajból csatársorba, jött a két Ibrányi srác, a Vidoen és a Szabó Milán, ők védő is, illetve középpályára igazoltam. Jött Németországból a Patelecki 5. osztályból, ő középpályás. Jött a Mizsák Sanyi középpályára, nagyon tehetséges 19 éves srác Hajdúböszörményből. Mivel a játékosok eltérő erőállapotban érkeztek, és még össze is kell szokniuk a pályán, egyelőre nem határoztak meg konkrét célt Balkányban a helyezést illetően. Az első 6 meccsnek el kell tenni ahhoz, hogy lássam, hogy hova is érhetünk. Igazából a sorsolásunk két újonccal hozott össze az első két fordulóba. Ugye menjünk Újfehértúra, jön a Nyírmegyes, utána menjünk Nagyhalázba, és utána jönnek az élcsapatok hozzánk. Úgyhogy ha ebből jól jövünk ki, akkor az biztató lehet a jövőt illetően. Ha rosszul jövünk ki, akkor ez az ősz valószínű rá fog menni a csapatépítése. A Balkány az augusztus 11-én esedékes bajnoki rajtig még a Hajdúböszörmény, a Nagyhalász és a Rakamaz ellenlép pályára felkészülési mérkőzésen.